Bátrak Ligája néven rendezett egésznapos sportvetélkedő gyerekeknek a Honvédelmi Sportszövetség a Kamara Erdei Ifjúsági Táborban. A fiatalok olyan versenyszámban mérhették össze tudásukat, mint például kvíz, lézeres puskalövészet, reakció gyorsasági játék, ergométer vagy éppen szolatlon. Simicskó István a hazafias és honvédelmi nevelésért és az ezzel kapcsolatos beruházásokért felelős kormánybiztos szerint azért van szükség az ilyen típusú csapatversenyekre, hogy a gyerekek fizikailag és szellemileg is feltöltődhessenek és megerősödhessenek. Mint mondja, ezek a készségek hosszabb távon azt a célt szolgálják, hogy kialakuljon az egészséges nemzettudatuk, amely aztán alapja lehet a tenni akaró közösségeknek. Itt vagyunk Újbudán a Kamara Erdei Ifjúsági Parkban. Minden évben újbudai gyermekek itt vakációznak, nagyon-nagyon sokan, mintegy 1500-an évente. Most mintegy 300 gyermek van itt a táborban, és a Honvédelmi Sportszövetséget elhoztuk ide. Egy olyan programsorozat fontos állomás helye most itt az ifjúsági park, amelyet Pécset kezdtünk el ezelőtt néhány héttel, aztán Újfehértón folytattuk, és most a harmadik állomás hely itt Újbuda. A gyermekek hihetetlen módon élvezik, ez látható, kipróbálhatják önmagukat. Lézeres lövészet volt, különböző akadálypályákon vehettek részt, vívást kipróbálhatták, és sok-sok mindent, ergométert és sok mindent. Látható, hogy a csapatok mennyire szívvel-lélekkel küzdöttek. Köszönjük szépen a újbudai pedagógusoknak, hogy évről évre itt vannak a táborban és vigyáznak a gyermekeinkre. És a Honvédelmi Sportszövetségnek a Bártak Ligája nevű programsorozatát pedig folytatjuk. Én örülök annak, hogy Újbudára is el tudtuk hozni, és ezen keresztül a gyermekeinknek egy kicsit föl tudtuk kelteni az érdeklődését a honvédelmi ismeretekhez, ismeretek elsajátításához. Nyilván voltak itt katonák is, voltak itt tartalékos katonák is, olimpiai bajnok sportolók is, tehát egy értékes nappal gazdagodtak a gyermekeink. Én bízom benne, hogy ezen keresztül egy picit tudtunk hozzátenni a hazaszeretetérzéséhez a gyermekeink szívében, lelkében, mert erre van mindannyiuknak szüksége. A közösségépítésnek ezt a formáját, ha megőrizzük és erősítjük, akkor van Magyarországnak jövője. Erősítve persze a lokálpatriotaérzést is, Újbuda iránti elkötelezettséget, a szűke párt iránt, de nyilván egész Magyarország iránti hazaszeretetérzését kell fejleszteni és alakítani a gyermekeink lelkében. A kormány biztos a Bátrak Ligája sajtótájékoztatóján arra is kitért, hogy az év második felében 250 millió forintnyi támogatást ad a Honvédelmi Sportszövetség a tagszervezetei által szervezett a honvédelmi neveléshez kapcsolódó sport és egyéb szakmai, közösségépítő programok megrendezéséhez. Mintegy 250 millió forintos értékben írtunk ki pályázatot, illetve fogunk még kiírni. Itt alapvetően a Honvédelmi Sportszövetség, amelynek most már közel 100 tagszervezete van, akik csatlakoztak hozzánk. Ezek alapvetően sportegyesületek, alapítványok, különböző társadalmi szervezetek, akik mindenképpen hozzá akarnak tenni valamilyen módon a közösségépítéshez, a nemzeti közösségünk építéséhez. Ők pályázhatnak elsősorban olyan programokkal, amelyekkel erősítjük ezt a folyamatot. Minden a sportnapokat, családi napokat, programsorozatokat, szabadidős tevékenységet. Tehát alapvetően a sport, illetve a honvédséghez kötődő sporttevékenységet erősítő mozgalmakat szeretnénk támogatni és segíteni ezekkel a pályázatokkal. A Bátrak Ligájának újbudai helyszíne közel 300 fő részvételével zajlott. 180-an versenyeztek, míg 120-an a szurkolói klub tagjaként buzdították társaikat.